Na csász, újra itt vagyok, és ismételten is egy újabb DLC misszió. Méghozzá még mindig a Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition. Missziónak tartunk. Méghozzá a Hoton vagyunk. Ugye, Star Wars Story szerint az ötödik epizód. És hát most Vader helyett mi vagyunk Starkiller itt. Ugye bár ez Vaderről szaladt volna, hogy a Hoth missziót vezeti. Ugye a Lantuk bázisába fogunk betörni. És hát itt átmegyünk egy Yeti barlangon először is. Na ez már jól indul, nem de. Több passza, Yeti. Na. Miket ettek meg ezek, milyen dínókat basszik. Jól látom. Ős irájtélyek. Azok aztán vannak. Na, de mindegy. Haladjunk. Jaj! Ez köcsögés. Ezek lezuhannak. Partly to blame. It's possible that I overlooked this when planning your infiltration route. If that is the case, I assure you, I take full. Az már halt a flash, az. Aj, úgy vagyunk át itt ezeken először is, mert ezek a jég cuccok itt nem szaroznak, mert le fogunk esni. Jó, én nem foglalkozok azzal a izével, még valami. Majdnem leestünk, emberek, majdnem leestünk. Nem tudom én a yetiket, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én szerintem megutaztatom őket. Ki mit szól hozzá? Repülő Yeti. Az van. Még sok is. Oké. Sir, this is Lieutenant Marson. I've seen you. Relieved Captain Kedar from duty. I'll be acting as your liaison with the battle group. Úgy látom már, jön a balhés rész. Hát az jó, kinyírta. Közöldünk a lázadók bázisa felé, vagyis már nagyjából itt vagyunk, csak nem szeretik, hogyha benézek ide ugye. Kedves fogadtatás, basz, hogy imádom ezek a drónszáros droidok, azt vegyük. Lövet, cuccos. Bocs. Oké, ennek is annyi. Várja. Amúgy még itt kéne átmennem szerintem. Ja, jól gondoltam. Kitéptem a generális generátor vagy rohamot. Na. És hát ugye bár a lázadók mellett még fogunk egy klasszikus karakterrel találkozni, méghozzá a Luke Skywalkerrel. Előbb nem is mondanék többet. Majd így is a játék megálljátok beszél. Jaj. Hát nem tudjuk szerint rajta. Ó, ezek meg itt átjönnek a izén. Az mi. Mégis Yetiket. Yetiket kell áramozni. Város merre? Merre. Még a pálya? Nem tudom, ez tetszik. Ez egy kedvencem. Szeretem ezt a havas pálya. Indítok még mindig is. Perfekt. I'm familiar with this type of generator, my lord. You'll need to dislodge the service hatch to expose the dynamo inside. Na. Még dobálják mindig rám a sziklákat. Ha normálisak vagytok, fie. Köszönj rá. Fejemre vagyok.
Ezzel se lesz már több. Jó, ezt a kurva már. Nem? De. Jajjás. Oh. You've got it, my lord. The force field is down. Just some information. Most én visszamegyek. A lövészek még mindig olyan kedvesek. Ezek nem már úgy nem tudom az erőim minek fejlődnek, minden itt is makkos amúgy jó vagy, de oké, elő. Egy magnak hozza. Ó, a jetik, már megint. Hogy a viharban ne jönnének a jetik. Ennek nem lenne izgalmas, nem de. Mégis. Ez is egy klasszikus ellenség legalább. Terve. Na most hogyan tovább? Az itt a kérdés. Na most ugye bármit kéne mennem, nem? Hát nem a Yeti barlangon túl. Ja, be kéne zúznom, baszki. El nem gondolok. Aha, meg le kell csapnunk. Eleinte nem tudtam itt hogy kell tovább menni, amikor egy videón kívül nyomtam, de hát csak rájöttem. Nem valami bonyolult fog rájönni, de mégis. Na. Oké. Okay. Most ilyen szokványos ellenfelek. Hűlök velük nagyjából. Még mindig. Várjál csak. Fel kéne nyomnom, gondolom. Ja. Gondolom, itt nem gyorjak fel. Ej, vezet ki van ezt a láb. Ja, amit gyorhatnék itt is. Na. Jó kis klasszikus lépegetők. Irodalmi generális, kilőtték generátor. Agyfasz admirális, csak generátor, amúgy még mindig kell kilőtni. Oh. Nem eljön lőni vagy. Most előjöttek, hát én mindig tálom szóval. Megköcsögek sorsot hagyok. Mondom, akkor itt tovább. Dobozoljunk, itt szóltak. Dobáljuk őket, mint a rongyot. Várja. Itt majd jönnek talán az én katonáim is, ezeket nem kéne kinyírni. Oh, Luke Skywalker! Son of Vader. You're wrong. My father was a Jedi. Vader murdered him. So you have been told. De most ilyenkor azt lehet bírni, hogy most megint megfordult a egész sztori, mert most meg lukdugyuk, hogy a apját megöltük. Egyébként meg mi voltunk Starkillerként dühösek, hogy védelnyük, aki a mi apánkat. Tudjátok azt, hogy Jedi még a kásikon, de hát a Star Wars az már csak ilyen. Nem baj, egy kis klasszikus csata, nem áll. Nem de. Ennek majd vége lett igazán érdekes, nem beszélnék róla előre. Szerintem elég lesz akkor, hogyha odaérünk, ahogy a rész.
lesz, hogy rámegyed az egyeteket, kedves vagy. Nem találtam fele úgy. Ezt az élelmű. Ezek semmi kóta. Menne jöttek ki. Lázadóknak ilyen jetiserék is van, jó tud. De várjál, honnan jöttem, most esettem. Gondolom, hogy innen. Vagyis ide tovább. Már egyetem, hogy el. Aha. Ok. Ugye most Lukék meg akarnak szökni a 1000 éves sólyommal, tudjátok. A sztori szerint is így van. És ezt kéne úgymond megakadályoznunk részbe. Meg hát persze a lázadókat továbbra is pusztítani. Most nagyjából itten ez a helyzet, ami betölt, és folytathatjuk. Igazából ezen kívül még van egy DLC-s misszió, de ez majd természetesen a következő videóban lesz, addig ezt elmondom. És az szintén ilyen, úgymond ilyen érdekfeszítő misszió lesz, de igazából ez csak így a képzeled szüleménye, vagy nem tudom, hogy mondjam, az se a rendes sztori szerint van. Vagyis az, nem tudom, mondjuk az lehet, hogy részben ilyen sztori-szerű elem, de inkább olyan érdekes. De majd meglátjátok úgy is, aki nem látta, az gondolom majd tetszeni fog neki, de nem ígérek még most semmit előre, mert előre ezt kéne levinni. Tényleg ezek a DLC-k, hát ez nem olyan hosszú missziók, de így felveti a kérdést a Star Wars-ba ilyenkor, hogy mi lenne, ha megváltoztatjuk így az egész sztori menetét. Szóval. De meg is érdekes a Star Wars, csak nem tudom, hát nem tudom ki milyen szemmel nézi ezeket, de hát akkor se így lesz, csak hogy érdekfeszítő, hogy mi lett volna, ha a rendes filmben is mondjuk így van, mert hát az is durva lett volna. Ezt is megfilmesítik. Hú, kemény lenne egy Force Unleashed Star Wars film szerintem. Ki tudja. Mégis nem sikerüljön az új Star Wars rész, abból is lesz, arra kíváncsi vagyok. Ja. Meg mondjuk, ha majd tartunk a filmeknél közben, amit tőt, a Knights of Old Republic Star Wars sorozatát is megnézem szívesen filmbe, vagy már akkor Republic Commando. Na, azok is fasz a kis Star Wars játékok. Hát jó, mondjuk ezek a kifilmesíti, meg ezek is csak úgy mondom. Képzelet Star Wars világa. De mindegy, folytass. Nyilván ez van tudjuk a Jedi Knight sorozatokra is. Ja, a Jedi Akarom szériás. Tuttos tutt. Na bassz. Jó. Oh. Tovább. Ó, oh, még áramozott, vagy mi a szar? Belementem abba a szarba vagyunk. Kösz. Ó, jönnek az egységeim. Jó, belementél az áramba vagyok. Akkor erre tovább, ők meg elvesznek. Ja, nem is erre. Csak ilyen cuccos volt. Akkor arra, amit itt egy robbantottak, akik utat. Valahogy gondolom. Hm.
Na, most mi a cuccos van? Na. Vegyük ki, gondolom. A squad of stormtroopers from the 501st Legion have breached the corridor ahead. Ez az újabb information, de bombi a helyet, mindjárt. Tehát én nem ölöm meg az egységeinket, ha úgy van, hogy egy olyan pöcs. Legalábbis annyira. Elmondom, hogy sem. Nincs hát. Mutatványt a katonát. Újabb fejlődés, csoda. A szar, get invázió, azt faszom. Terv része volt. Igen. Na, azzal nem tudom, mit csináltam, de jó, beledőlt. És hát tudom, milyen kombókat nyomok, de egyetlen. Hát akkor gondolom el. Ja. Ezt olyan részt tudom, hogy el is tévedtem szinte, de... Na, ez jó. Jó, van. Nem csak lázadó pártiak ezek, hogy ilyet... Hoppá, akkor itt lesz a zsákutca, amiről beszéltem. De itt kell tovább menni, persze. Reinte erre se jöttem rá, mert ki a fossa gondolná. Legalábbis én szerintem, hogy ahogy el. Még csak egy kilógó rész, ezt lehet látni, hogy hát ez nem a világ. Kettő húzat megkapta, mint a húzat. Itt a hangjád. Ó, itt vannak lukké. A fasza. Jó, hát most akkor... Intézzük el itt előbb a dolgokat, aztán vegyük le róla a pajzsot. De először is a lövészeket kéne én levakarnom, mert ezeket úgy utálom, nem tudom, hogy most bele, de... Ha, tesz a generátor. Ti meg nem merjetek elmenni, nem kaptatok felszállási engedélyt azért. Szóval nyilván már beszállnék. Jó, ez nem Battlefront, baszki. Ja, az a én katonám volt, baszki. Jó. Hát akkor. Fel, aztán. Van egy ötletem. Melyik hozzá nem is kicsi. Jó, ezt kell kiiktatnunk. De ehhez nekem hajó kell. De nem úgy, hogy felrobbanjon. Hajót akarom beledobni a generátorba. Mit szól? Állj meg! Vissza, vissza! Vissza, gyere, vissza, gyere! Ezt itt állom, hogy... Jó, hogy közben ezek meg fognak ölni? Jó, bocs. Kell egy kis éle. Mi a szar? Jó, tudjátok mit. Fogunk mi szarozni? Ja. Hát meg is fogunk szarozni sokat. Remélem nem időre megy ez a cucc, mert most ellepet egy kicsit. Megtisztítom a hangját, ha nem ugye. Most a lövészeket leszedem, mert zavar.
le vagytok szarva. Tudótól se kell, mert minek. És nem kell. Ugye. Jó. Az bele az áramba. Ügyes vagy. Hogy mégis hogy szüntessem meg ezt a szart. Nekem aztán mindegy, ilyen embert is beledobok. Már megint ügyes vagyok. Mondjuk nem lenne ez a kibaszott lövész, még hálás is lennék. Így né. Ezeket mindenképp lezúzom. De majd utálom a lövészeket. Baszolj. Már ezeket nem tudom, hogy tudnak baszott üveket felvenni. Ó, így is megteszik. Már csak meg. Ez még jó lesz. Na. Ok. Egy év szarkodás után csak összejött. Bezárták. De az erő majd kihúzza a dolgot. Ó, Luk visszatér. Csodál. I won't run from my destiny. Or from you. Jó, hát akkor csatázni. Meg ő hátrább egy harcolnak, és több tízes. De azért ne jöjjenek majd a katonák, baszki, hát most idé van. Most hősök csatája van. Menjetek innen. Ha egyből is megvan a feelingje. De akkor is most ezek a lázgók ügyenek már, nem tudom hol. Na hát az már egy gorda törés, egy gerinc kombó. Now I will destroy you, Skywalker, as I destroyed your father. Én egy gyűlölködés. Star Wars fő eleme. Várj, ez most nekem volt bagos? Na, jaj, azt hittem, amiket tudom, hogy húda élete van. Igen, Luke már kezd megengedni a sötét oldalnak. Ez benne az igazán kegyetlen rész főleg. Hát ilyenkor ember... Jaj, tényleg inkább sötét erő. Azoknak is van sötét oldala. Hát jó, mindenkinek van, de azért tegyek. Ah, jó, azt tettem. Nagyon kevesebb életre szóval, most már játszod összetok velem nyugodtan. Itt szóltok. Hoppa.
Na, nem úgy rajta, mert a védekezésem az olyan stílusos. Hát, Luke. Egy kis sok terápia nem áll. Úgy milyen kedves volt ebben. Jó. Ha jelzik ezbe. Hú, bazd. Az durva. Egy karra a kézzel kevesebb. A Han Solo-ig próbálnak szökni. You are Skywalker, but only your hatred will give you the power to save your friends. Given to the dark side. Egy vajon Luke ebben az esetben mit választott? Hogy engedett a sötét oldalnak, az már fényre derült, azzal nincs is gond. Very good. De hogy most Starkiller tanítványa lett Luke, az kérdéses-e. Na hát ez megint ennyi volt, köszönöm, megnéztétek, császtok.